Sok szeretettel köszöntök mindenkit a 20. század intézet félmúlt beszélgetés sorozatán. 80 évvel ezelőtt ilyenkor Magyarország már náci megszállás alatt állt, javában zajlott az ország átalakítása, az élet gyökeresen megváltozott, a magyar zsidók pedig közvetlen életveszélybe kerültek. 1944. március 19-e, valamint az azt követő hónapok 80 év után is éles viták tárgyát képezik, így arra gondoltunk, hogy érdemes ma visszamennünk 1944-be, és megbeszélnünk az ehhez kapcsolódó legfontosabb kérdéseket, dilemmákat. Segítő társaim ma ebben Fekete Rajmund, a Kommunizmus Kutatóintézet igazgatója, és Balogh Gábor, a Terrorháza Múzeum vezető történésze. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. És akkor rögtön talán azzal kezdeném, hogy ha nagyon röviden, pár mondatban kellene megfogalmazni, hogy mi a náci megszállásnak a lényege, akkor mit mondanátok, mi a magyar 20. századi történelemben milyen helyet foglal el a náci megszállás? Rajmund? Először is nagyon szépen köszönöm a meghívást és a lehetőséget. Hogyha nagyon röviden kellene válaszolnom, akkor azt mondanám, hogy 44. március 19-én Magyarország elvesztette a szuverenitását, elvesztette a függetlenségét, amelyet aztán két emberöltőnyire több mint 40 éven keresztül vissza sem kapott. Előbb ugye a nácik megszálltak minket, aztán pedig ugye a szovjetek érkeztek Magyarországra, hogy egy kommunista diktatúrát építsenek ki. Gábor? Én is tisztelettel köszönöm a meghívást. Egyetértek Rajmunddal, 1944. március 19-e cezúra volt, de nem csak a magyar történelemben, hanem én úgy gondolom, hogy a II. Világháború történetében is. Nyilván fogunk majd erről beszélni, nem akarok ennyire előre ruhanni, de a megszállás és hát a megszállásnak az előkészítése, hiszen ez egy hosszú folyamatra tekint vissza, olyan dolgokat indít be a történelemben, amelyek jelentős hatással lesznek majd a II. Világháború kimenetelére, adott esetben a végkimenetelére is. Akkor az abban láthatóan konszenzus van, hogy ez egy cezúra és egy nagyon fontos fordulópontja a történelmünknek. Rendszerváltást is hozott a náci megszállás egyben? Nevezhető ez rendszerváltásnak? Mit gondoltok, Gábor, talán? Bizonyos tekintetben én úgy gondolom, hogy igen, hiszen ahogy elhangzott, tehát Magyarország elveszíti a szabadságát és a függetlenségét, azt a szabadságot és függetlenséget, amelyet 1920-ban a trianoni békediktátummal kapunk vissza. Ez egy furcsa fintora a történelemnek, egy óriási veszteség éri az országot, ugyanakkor megteremtődnek a lehetőségei annak, hogy 1526 után, Mohács után újra létrejöjjön egy független állam, Magyarország. Ez sikerül is. A Horthy korszakban Bethlen István, Teleki Pál, Klebelsberg, Kunó és hagyd ne soroljam más kiváló politikusok segítségével újraépül a Magyar Királyság, amely 1944. március 19-ével gyakorlatilag megszűnik. Ugyan Horthy Miklós hazajön Németországból 44. március 20-án, de az a rendszer, ami utána fennmarad, és ami még elvileg az ő nevével van fémjelezve, az már közel sem ugyanaz, mint ami azt megelőzően volt. Tehát beszélhetünk rendszerváltoztatásról 44. márciusát követően, és hát ami az igazán fontos talán az az, hogy ebben az esztendőben még lesznek további rendszerváltoztatások, amelyek szintén nagyon-nagyon jelentős hatással lesznek majd a magyar történelemre, illetve az azt követő magyar jövőre, hogyha fogalmazhatok így, mondjuk 1945 tekintetében. Egyet értesz, rendszerváltás volt? Mindenképpen, hogyha csak Magyarországnak a 20. századi történelmét veszünk górcső alá, akkor legalább 10 ilyen rendszerváltás figyelhető meg. Tehát a rendszerváltás az egyben cezúra is volt. Ugye Magyarország, a magyar politika ugye a háború kitörésétől kezdve ugye próbált úgy olyan hintapolitikát folytatni, hogy ugye megerőzze azt, hogy a németek megszállják őket. Már 1940-ben a német vezérkari főnök azt írja a naplójában, hogy a magyarok nagyon szemtelenek, és hogyha így fogják folytatni, akkor protektorátus lesz belőle. Ugye az látszik, hogy ennek a realizálása, hogy Magyarországot meg kell szállni, ez 43
őszén fog bebizonyosodni. Ugye az egyik ilyen esemény ugye Olaszországnak az átállása. Hitler ugye nyilván nem akart, hogy még egy szövetségese az tulajdonképpen megforduljon, illetve az a politika, amit ugye Kálaik folytattak, hogy tudnélik, hogy a nyugati szövetségesekkel kapcsolatot tartottak fenn, ugye a kiugrási kísérlet, amit ugye így nevez a maga a szakirodalom. És azt láthatjuk, hogy tulajdonképpen maga a megszállást kívánja elkerülni a magyar vezetés a politikájában, amely ugye egészen, hogyha úgy vesszük, 5 éven keresztül sikeres volt, hogy ezt elkerüljék, de onnantól kezdve tulajdonképpen a megpecsételődött a sorsunk Teheránban, amikor is ugye kijelentik, hogy megnyitják ugye a második, ugye megnyitják a nyugati frontot, és ezzel elveszett annak az esélye, hogy esetlegesen ugye a Balkánon legyen egy partra szállás. Nagyon sokáig ugye vita volt ebben a történészek körében is, hogy ennek mennyi esélye volt-e ilyen, és itt felmerül, és ezt ki kell jelentenünk, a nyugati szövetségeseknek is a felelőssége ebben a megszállásban. Tulajdonképpen. A rendszerváltás pedig azt láthatjuk, ugye a napi politikai szintjén ugye szeretik azt mondani, hogy nyilván Magyarország volt az utolsó csatlós ebben a történetben, de azt láthatjuk, hogy ahogy megszállnak minket a nácik, azért nem virágesővel és csókokkal várjuk őket, mint az osztrákok tették annak idején, és az látható, hogy úgy érkeznek ide a németek, hogy kész tervekkel, listákkal, hogy kiket kell letartóztatni többek között. Tehát csak egy hónap alatt, április és május folyamán 3000 embert tartóztatnak le. Van olyan nap, amikor egy nap alatt kormánydöntésekből tudjuk, 48 bírát neveznek ki. A külügyi apparátust teljesen leszedik. Az új belügyminiszter maga is úgy nyilatkozik, hogy egy rendszerváltásnak vagyunk a részei, míg a marosvásárhelyi polgármester meg azt mondja, hogy ő ennek a rendszerváltásnak nem kíván részese lenni. Nyilván ez a német sajtóban, a náci sajtóban nem így jelenik meg, nem is jelenhetett meg egyáltalán. Tehát azt láthatjuk azokból a lépésekből, amit a németek véghez visznek, hogy tulajdonképpen itt egy rendszerváltás van, sőt, ugye a német követre is hivatkozhatunk, aki ugye a 43-as decemberi jelentésében tulajdonképpen kormányváltásról beszél már akkor. Nagyon sok mindent említettél most, ami azt hiszem, hogy kulcsfontosságú annak megértéséhez, hogy hogy jutunk el egyáltalán a náci megszállásig, úgyhogy ezeket még egy picit szerintem érdemes feszegetni és szétszálazni, mert ugye egyrészt itt van a magyar politika, annak a céljai és annak a mozgástere is azért, amit fel kell itt venni a második világháború során. Aztán van maga a náci Németországnak a kérdése, és ugye itt arról van szó, és az egy ellentmondás szerintem első ránézésre vagy első hallásra, hogy itt két szövetséges országról van szó a világháború során, tehát nyilván ez megint csak magyarázatra szorul, hogy egy elvileg vagy formailag szövetséges ország, bár ugye kérdés, hogy ez mennyiben egy tényleges szövetséget jelentett, miért szállja meg Magyarországot, és behoztad az angol szászoknak és a szövetségeseknek a kérdését is, ami hát az elmúlt években egy elég jelentős vitát okozott Magyarországon, noha a felvetés nem új egyébként, hogy itt ez is belejátszott, vagy ez egy kiprovokálhatott megszállás lehetett, tehát ez a tézis nem először fogalmazódik meg, de az elmúlt években ez a középpontba került, hogy vajon ez így megállja a helyét, lehet-e ezt mondani. Tehát, hogyha ezt a három síkot, tudom, hogy nem könnyű ezt röviden összefoglalni, de ezt a három síkot, a magyar mozgásteret, a náciknak a motivációját, egyáltalán, hogy Magyarország miért jelentős az ő szemükben, és közben, hogyha ebbe el kell helyeznünk az angol szászok érdekeit, akkor ezt hogyan tudnád, Gábor, felfesteni nekünk? Nem könnyű kihívás. Nem ám, de azért próbáljuk meg, mert fontos kérdés. A történet ebben az esetben is 1920-ban kezdődik, a trianoni békediktátummal Magyarország elveszíti területei kétharmadát, lakosságának jelentős részét, és gyakorlatilag hát nem hogy a nulláról, de a mínusz egyről kell indulnia, és egy új országot létrehoznia. Ez sikerül is. Az 1920-as évek második felére Magyarország már felfelé tör, a valutánk az egyik legerősebb Európában, van már önálló nemzeti bankunk, elindul egy olyan oktatáspolitika, amely európai szinten is ebben a korszakban nagyon jelentős volt, és próbálkozik az ország a külpolitikai útkeresés kapcsán is.
és ez rögtön sikerrel indul. A 20-as évek legelején vagyunk, amikor a Bethlen kormányzat külön békét köt az Amerikai Egyesült Államokkal. Ezt nem nagyon szoktuk kiemelni, de a trianoni békediktátumot az USA nem írta alá. Egy külön békére volt szükség, a 20-as évek elején rendezik a diplomáciai kapcsolatokat, megkötik ezt a külön békét, és ebben a külön békében nem szerepelnek területi kikötések. Tehát, hogyha úgy tetszik, az USA nem ismerte el Magyarország trianoni határait. Tehát az egyik győztes hatalmat, ha úgy tetszik, már megnyertük magunknak. A 20-as évek végén ugyanez a helyzet lesz majd Olaszországgal, amely szintén szövetségesévé válik majd Magyarországnak. Egy újabb győztes, a négyből már kettő, hogy úgy mondjam, támogatja, ha ki nem mondva nem is, de támogatja legalábbis a magyar érdekeket. Azonban a magyar elitnek az volt a fő célja, mind a 20-as években, mind pedig még a 30-as évek végén is, hogy az angol száz hatalmak közül kifejezetten Angliát, illetve emellett Franciaországot meggyőzze arról, hogy az a kérése, ami a területi revízió békés rendezésére utal, az jogos. Sajnos ezt Magyarország nem kapja meg. A müncheni konferenciának a döntését mindnyájan ismerjük, a britek, illetve a franciák, a két keresztszülő, hogyha fogalmazhatok így, beáldozza a keresztgyereket, Csehszlovákiát, és ekkor történik meg az, hogy Hitler felajánlja Horthy Miklósnak, hogy ha mi részt veszünk, tehát a Magyar Királyi Honvédség Csehszlovákia felbontásában, felbomlasztásában, akkor akár a teljes felvidéket visszakaphatjuk. A magyar politikai elit Horthyval az élen erre egy határozott nemet mond. Nem veszünk részt katonai akcióban. Végül ugyebár a békés revíziót majd az első bécsi döntéssel fogják úgy, ahogy megoldani ezzel a 11.000 négyzetkilométerrel, ami visszakerül a felföldtől, a felvidéktől, és hát így tovább, így fog majd alakulni. Tehát 1938 az a pont, amikor Magyarország már inkább, hogy úgy mondjam, a német táborban találja meg a helyét. Nem egy jó kifejezés ez, hiszen ahogy az előbb jeleztem, mindvégig az angol száz vonalat próbáltuk követni. Teleki Páltól kezdve, hát maga Imrédi Béla is egyébként egy anglomán figura volt, hogyha fogalmazhatok így, tehát ők is úgy gondolták, hogy ezt a problémát, a békés revízió problémáját csak így lehet megoldani, de egyértelművé vált, hogy ez nem fog bekövetkezni. Az az üzenet pedig nagyon súlyos volt, amikor Csehszlovákiát felosztják brit és francia jóváhagyással, hiszen az jól mutatta azt, hogy gyakorlatilag ebben a térségben a nyugatiaknak érdeke nincsen. Tehát két fél volt az, aki érdekelt volt ebben a térségben, ráadásul pont a két totalitárius hatalom, a náci Németország és a sztálini Szovjetunió, ugyebár hát ez a történet majd 1939. augusztus 23-án a Sztálin-Hitler megállapodásban fog kulminálni, de hát addig még azért hosszú az út, jól látjuk azt, hogy azok az események, amelyek a 30-as évek végén megtörténnek, és látta ezt a magyar politikai elit is, ez egyértelművé tette mindenki számára azt, hogy a nyugat-európai országoktól, illetve hát ekkor már az Amerikai Egyesült Államoktól segítséget a revízió tekintetében Magyarország nem fog kapni. Ugyanakkor kialakult egy lehetetlen helyzet, az ország harapófogóban került, bekövetkezik az Anschluss, Ausztria egyesül Németországgal, és hát nem messze tőlünk itt van a Szovjetunió, ez egy nagyon kényelmetlen geopolitikai helyzet volt, és azért azt tegyük hozzá, mert sokan szeretnek pálcát törni a korabeli magyar politikai elit fölött, hogy miért úgy döntött, ahogy döntött, nos hát a földrajzzal szemben nem lehet harcolni. Tehát Magyarország földrajzi helyzete lényegében determinálta azt, hogy így kellett döntenie, és ahogy Rajmund az imént mondta, az egy óriási siker volt, hogy a német megszállást közel 5 éven keresztül sikerült elodázni. Hát a német megszállás veszélye gyakorlatilag 1938-at az Anschluss követően folyamatosan ott van a magyar politikai elitnek a legvadabb rémálmai között. És minden eszközzel arra törekednek, hogy ezt el kell odázni, ezt lehetőleg valahogyan meg kell oldani, hogy ne következzen be, mert ha a német katonák beteszik Magyarországra lábukat, akkor itt mindennek vége van. Hát ezt 44. március 19-e be is bizonyította. Tehát én úgy gondolom, hogy a magyar politikai elit a háború alatt, persze vannak kivételek, de többségében elment a falig, sőt még azon is túl, hogy megőrizze az ország függetlenségét, már amennyiben beszélhetünk függetlenségről egy olyan ország esetében, amely vagy Németországgal szomszédos, vagy németek által megszállt országokkal, vagy éppen mondjuk német szövetséges országgal, mint Románia. De ettől függetlenül valamekkora játéktér megmaradt, és ezt jól mutatja az a tény is, hogy már 1942-ben a magyar politikai elit Kállai vezetésével, szintén említetted, megkezdi a puhatolózást arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne kilépni
ebből a háborúból, és hogyan lehetne minél kisebb veszteség nélkül kilépni a háborúból. 1943. szeptemberében, ezt sem szoktuk kiemelni, a magyar fél és a britek aláírnak egy előzetes fegyverszünetet. Romantikus körülmények között Törökországban a Márvány tengeren, és ez a fegyverszünet már tartalmaz igen-igen konkrét lépéseket, hogy mit kell tennie majd Magyarországnak akkor, hogyha a szövetséges nyugati haderő eléri az ország határait, és hát itt jön be az a tétel a harmadik, és talán így eljutok a hosszúra nyúlt válaszom végéhez. Ez az angol szász vonal, hogy hát nagyon jól tudjuk azt, hogy az angol szászok, és mindenek előtt a britek, meg hát az amerikaiak is, hogy a balladában halljuk, hát úgy játszott a macska az egérre, úgy látszott a leány a legénnyel, mint macska szokott az egérrel, ugyanezt csinálják az angol szászok Magyarországgal is. Tehát kihasználják a helyzetünket, csak azért, hogy ezzel valamiféle előnyt csikarjanak ki maguknak. Hát ez az előny majd az lesz, hogy Magyarország megszállásával csapattesteket vonnak ki Franciaországból, tehát Franciaországból ide hozott csapatok, német csapatok fogják végrehajtani a megszállást, csak hogyha a naptára ránézünk, akkor észreveszünk egy nagyon-nagyon fontos párhuzamot, rá 3 hónapra bekövetkezik a normandiai partra szállás. Csapatot kivonni egy újabb ország megszállásához Hitler máshonnan nem tudott, a keleti frontról értelemszerűen ez nem volt működőképes opció, csak Franciaországból tudta megtenni, meg is tette, ez egy nagyon nagy szolgálat volt a partra szálló angol szász erőknek. Most egy picit hosszúra nyúlt a válaszom, de talán a lényeg legalábbis azzal kapcsolatban, hogy én gondolom valamennyire világos lett, hogy én úgy látom, hogy elmentek a falig, azon is túl a magyar politikai elit. Ez hát a végeredmény tekintetében persze azt mondjuk, hogy nem voltak sikeresek, de én úgy gondolom, hogy ezt méltányolni kellene. Hát a diplomácia világa, a geopolitika világa egy nagyon komoly világ, és nem szabadna kiragadni a környezetéből ezt a kérdést, amikor vizsgáljuk. Térjünk rá egy kicsit arra, hogy akkor a náci Németországnak az érdekei, azok hogyan érvényesültek itthon a megszállást követően. Tehát mik azok a lépések, amiket megtettek, hogyha azt kéne érzékeltetni, hogy hogyan változott meg az ország berendezkedése, élete mondjuk 44. március 15-e és mondjuk április 8-a között, akkor mi a lényegi változás? Annyiban még hagyutaljak arra, amit Gábor megemlített, hogy nyilván a földrajzzal nehéz vitatkozni, és az, hogy amit ő is említett, hogy ugye ez a fajta brit politika, angol száz, de nyugodtan ide vehetjük az amerikai politikát is, azért mégiscsak egy nagyhatalmi politikáról beszélünk, ahol ha az ő érdekük úgy hozza, akkor bárkit feláldoznak. Visszamehetünk nyugodtan Lengyelországra, ahol megkapták azt, hogy természetesen amennyiben a náci Németország megszállja őket, akkor támogatni fogják őket. Szép szavakon túl semmit nem kaptak tulajdonképpen. A finnek is ugyanígy jártak, csak ők még szép szavakat se kaptak. Tehát az látszik a nagy politikában, nagy hatalmi politikában, hogyha a helyzet úgy hozza, akkor bárkit feláldoznak, és persze a szavak szintjén megteszik azt, amit lehet. Nem kell messzire menni a szomszédunkban zajló háború kapcsán is látjuk ezeket a szavakat, illetve ezeket az áltetteket a mindennapokban. De hogy a kérdésedre válaszoljak, azért az látszott, hogy egészen a megszállásig azért Magyarország, ha nem is egy ilyen safe space, de mégiscsak működött a parlament, ellenzéki pártok voltak, volt ellenzéki sajtó, és a zsidóság, a magyar zsidóság természetesen nagyon szörnyű, jogfosztott állapotban voltak, de nem történt meg az a fajta tömeges deportálás, ami a náci megszállást követően történt sajnálatos módon. És azt hozzá kell tenni, hogy mindezek a tények magát Hitlert felbőszítették, hiszen már 43-ban egyértelmű jelzést ad arra, hogy le kell váltani a regnáló kormányt, tulajdonképpen egy a nácikhoz hű bábkormányt kell felállítani, a zsidók deportálását meg kell kezdeni, tehát ezek a fajta erős üzenetek, ezek folyamatosan érkeznek. Az, hogy Horthy tulajdonképpen az országból tulajdonképpen kihívják ugye a kastélyba, a Kleszheimi kastélyba, hogy ott tárgyaljon Hitlerrel, az is mutatja azt, hogy azt akarták, hogy ne legyen ott a kormányzó, hogy tulajdonképpen meg tudják bénítani az országot a vezetői szinten. Mellett ott volt ugye a külügyminiszter, a honvédelmi miniszter, illetve a honvéd vezérkarnak a főnöke. És látszik az, hogy a megegyezés is, a közös közlemény is ugye egy ilyen nagyon csűrcsavart, nagyon jól
tehát a németek szempontjából, a nácik szempontjából egy nagyon jó kommunikációsan kialakított sztoriról van szó, és mutatja azt, hogy a náci sajtóban is ez zsidó kérdésként jelenik meg. Tehát nem beszélnek se megszállásról, se rendszerváltásról, se elitcseréről, hanem a zsidó kérdésnek egy ilyen problematikájaként írják le. A nyugati sajtóban egyébként pont érdekes, hogy a New York Times az, akik 44. júliusában azt írják, hogy addig, amíg Magyarországot nem szállták meg a nácik, Közép-Európa legbiztonságosabb helye volt a zsidók számára. Tehát ez mutatja azt, hogy miféle változások történnek meg. Ahogy már az előző kérdésedre válaszolva is ugye említettem néhány dolgot, hogy majd 3000 embert börtönöznek be egy hónap alatt, a bíróság csere, a külügyi állománynak a teljes cseréje, az, hogy ugye Wessenmeier lesz ugye az, aki tulajdonképpen kis túlzással teljhatalmú úr lesz, és az ő döntései számítanak, illetve függenek. Ezek is fontos lépések, illetve az, hogy elkezdik ugye a sárga csillag viselését kötelezővé tenni a zsidók számára. Ez ugye április 5-től történik meg, a még megmaradt vagyontárgyak elkobzása, erről több törvény is születik ezekben a napokban, és április 16-án ugye megkezdődik a zsidóknak a gettókba zárása, 15-én pedig elindulnak ugye az első szerelvények. Tehát az látható, hogy ahogy a náci Németország megszállja Magyarországot, onnantól kezdve feláll egy bábkormány, a parlamentet megszüntetik. Szerintem az is egy érdekes tény, hogy március 22-én, amikor parlamenti ülés van, a házelnök három perc alatt berekeztet. Konkrétan a jegyzőkönyvben benne van, 12 óra 6 perckor szót emel, és 12 óra 9 perckor berekezti és határozottan időre elnapolják az országgyűlési üléseket. Tehát mutatja azt, hogy tulajdonképpen mennyire egy olyan állapot van, ahol a németek irányítanak. Ugye Sztójai Dömével lesz egy tulajdonképpen a nácik által javasolt vezető az ország élén, aki ő maga is azt mondja, hogy idővel azért jó lenne, hogyha Magyarország visszakapná a szuverenitását Németországtól. Tehát azért vannak olyan jelek, amik mutatják azt, hogy itt egy szuverenitás kérdésről is szó van, egy rendszerváltásról, illetve ahogy azt a beszélgetésünk legelején is ugye mindketten kiemeltük, hogy egy cezúra történik. Ebben a közegben, amit a Rajmund leírt, volt mozgástér, vagy volt játéktér, amit be lehetett játszani a magyar politikai elit részéről, aki ellenezte ezt, és ez ellen tenni akart valamit? Tehát talán ez az egyik legvitatottabb kérdés itt, és nyilván ez átvezet a felelősség kérdéséhez is egyébként, a holokauszban is, és az ország sorsában, sorsának az alakulásában, hogy lehetette volna másként. A mozgástér az gyakorlatilag elpárolog 44. március 19-ét követően. Vannak kísérletek önálló cselekedetek végrehajtására. Van, ami sikeres is, például a budapesti zsidóság deportálásának a megállítása az egyértelműen az 44 nyarán, de abból kell kiindulnunk, hogy 44. március 19-én, ezt Rajmund már részben említette is, tehát már hajnalban megkezdődnek a letartóztatások. Tehát itt Bajcsi Zsilinszky Endrétől kezdve az abszolút németellenes antináci politikusokat lényegében hát egy-két nap alatt begyűjtik. Ismerős a történet, Keresztes Fischer Ferenc, amikor a németek átlépik a határt, és erről, mint belügyminiszter jelentést kap, akkor ő maga telefonon a munkatársaival kezdi el alarmírozni a politikusokat, azokat, akikről tudja azt, hogy veszélyben vannak, hogy minél hamarabb bújjanak el, sokan ennek köszönhetik egyébként az életüket ezeknek a telefonhívásoknak. De azt kell, hogy mondjuk, hogy a legjobb politikusi anyag, a minőség az, amely 1944. március 19-ét követően, kevés kivételtől eltekintve, parkolópályára kerül. És akkor nagyon finoman fogalmaztam. Tehát egyrészt beszűkültek a lehetőségek, ugyanakkor rengetegen voltak olyan bátrak, akik ennek ellenére megpróbáltak cselekedni. Tehát itt ki kell emelni a magyar, akár a katonai, vagy a polgári ellenállásnak a megszületését. 44 márciusáig ilyen Magyarországon nincs, ezt sokan egyébként még magyar történészi körökben is számon kérik, hogy miért nem volt ilyen, hát egész egyszerűen azért nem, mert az ország nem állt megszállás alatt, tehát nem volt minek ellentállni. Viszont 44 márciusát követően szinte azonnal létrejönnek az ellenálló gócok, gondoljunk Kis János altábornagyra, majd a szabadulását követően Bajcsi Zsilinszky Endre is újra fölveszi a fonalat, Tarcsai Vilmos, hagyd ne soroljam, rengetegen voltak, akik próbálnak cselekedni.
És ez egy nagyon szép dolog, mert ha belegondolunk, tényleg néhány óra, néhány lap leforgása alatt megszervezik ezeket a sejteket, és próbálnak valamit tenni az ország érdekében. Ezzel szemben mondjuk Franciaországban nem akarom a franciákat bántani, ugye gyakorlatilag 45-öt követően mindenki becsületrendet kapott, mert akkora volt az ellenállás. Ilyenkor azért elgondolkodok azon, hogy a fenébe tudtak 4 évig ott maradni a német megszállók, hogyha minden francia paraszt ellenálló volt. De ezzel szemben Magyarországon tényleg nagyon rövid idő alatt létrejönnek ezek a gócok, és ugyan eredményt tény, hogy nem tudnak elérni, de egy nagyon jó üzenet a mai társadalomnak is, hogy nem igaz az az állítás, hogy itt a német megszállást követően mindenki lefeküdt a németeknek. Ez már csak azért sem igaz, mert ha felidézzük ezt a napot, ami az egyik legsötétebb nap a magyar történelemben, akkor azt látjuk, hogy itt senki nem örült a németek bejövetelének. Ha megnézzük a korabeli budapesti utcákon készült felvételeket, akkor nem látunk örülő embereket, akik integetve és örömkönnyekkel fogadják a németeket, hanem letargiát és megdöbbenést látunk az emberek arcán. Hogy ez mi ez, hogy történhetett meg? Megint nyitok egy zárójeles megjegyzést, azért pár évvel korábban egy szomszédos fővárosban, Bécsben ott azért voltak örömkönnyek, illetve hát eléggé sokan örömmel fogadták a német megszállókat és magát Hitler, tehát itt is van egy nagyon fontos minőségi különbség, amit ki kell emelnünk, én úgy gondolom. A visszatérve viszont a mozgástérre, a magyar politikai elitnek az a része, amely hatalomban marad, így például a kormányzó, hát most a hatalmat azt idézőjelbe téve mondom, ledermed 44. március 19-ét követően, ugyanakkor sok lehetősége nincs is, hiszen gyakorlatilag hát a városban az egyetlen németek által, ha úgy tetszik, meg nem szállt terület, az a királyi palota volt. Ott csak a németek kémiai voltak, de a katonaságot Horthy 44. márciusában elzavarja onnan, tehát a német katonaságot. Úgyhogy ott van egy pici mozgástér, amit Horthy majd 44 nyarán próbál is kihasználni. 44 augusztusában vagyunk, amikor a románok nagyszerű diplomáciai érzékkel, ami van nekik, kiugranak a háborúból, és ekkor Horthy meneszti Sztójait, kinevezi Lakatos Géza tábornokot a helyére, és megbízza azzal az új kinevezettjét, miniszterelnököt, hogy kezdje meg a haladéktalan tárgyalásokat a háborúból való kilépésre, illetve kezdje meg, folytassa ott, ahol Kállai abba hagyta 44 márciusában. Ezek a tárgyalások folytatódnak is, és ekkor már a szovjet vonal is belép a történetbe, hiszen a szovjet hadsereg időközben, mivel Románia átállt, egyik pillanatról a másikra itt lesz a korabeli magyar-román határnál, tehát muszáj lépni ebben az esetben is, és lényegében így kezdődik meg a kiugrási kísérletnek az előkészítése, a fegyverszüneti bizottság kiküldése a Szovjetunióba, majd az újabb fegyverszünet, mint előzetes fegyverszünet megkötése, ez már a második, emlékezzünk, volt egy 43. szeptemberében a britekkel, tehát minden követ megmozgatnak annak érdekében, hogy ki tudják az országot léptetni a háborúból, és ezt értékelnünk kell, mert az ország német megszállás alatt áll. Tehát nagyon-nagyon kockázatos játék volt ez. Sajnos jól tudjuk, hogy a németek tudtak erről gyakorlatilag az első perctől kezdve, de ettől függetlenül a Horthyék elmennek, ahogy már sokszor mondtam, a falon is túlmennek lényegében ebben a tekintetben. És megint csak a földrajzra utalnék vissza, közkeletű az összehasonlítás, hogy bezzeg a románoknak sikerült. Ezt eléggé sok helyen sokszor szoktuk hallani. Nem annyira meglepő, hogy a románoknak sikerült, mert egyrészt Románia nem volt német megszállás alatt, másrészt Romániának a keleti határánál 44. augusztusában megjelennek a szovjetek, és elkezdik feldarálni a román hadsereget. Nagyon hamar megkezdődik Bukarestnek, illetve a plojesti-pitesti olajmezőknek a bombázása, tehát lépni kell egész egyszerűen, tehát egy olyan helyzetben vannak, ami kiköveteli ezt, és végre tudják hajtani, mert ahogy említettem, nem volt német megszállás. Tehát olyan nagy kihívás nem volt, mint Magyarország esetében, ahol a kiugrási kísérletet és a tárgyalásokat a szövetségesekkel úgy kellett végrehajtani, hogy tele volt német katonával az ország. Úgyhogy megint csak oda jutok vissza, hogy szerintem ezeket a kezdeményezéseket, hogyha nem ragadjuk ki a történelmileg földrajzi kontextusból, azért teljesen más szemszögből tudjuk látni, mint ahogy azt adott esetben a baloldali történetírás 1945-től tulajdonképpen napjainkig próbálja elhitetni velünk. Itt bocsánat, erre rácsatlakoznék, mert szerintem tök jó felvetés, amit a Gábor mondott, hogy itt a baloldali történészek 45-től kezdve, ugye magát a
nemzeti ellenállást, mint olyat, a történetírásunk azért valljuk őszintén elég mostohán kezelt. Ugye az egyik oka az nyilván abban keresendő, vagy volt keresendő, hogy ugye mi voltunk az utolsó csatlósok, a bűnös nemzet, a legradikálisabbak, meg nem tudom milyen kifejezéseket szoktak használni velünk kapcsolatosan, hogy tulajdonképpen nem lett volna beilleszthető abba a sztoriba, amit ugye nyilván rólunk, a második világháborút követően a győztes hatalmak tulajdonképpen elhintettek a világ minden táján. Gábor nagyon jól megjegyezte az Anschlusst, hogy ott valahogy senkit nem szokott zavarni az, hogy virágesővel várják Hitlert az osztrákok, hogy végre itt van a Führer, de ott van Csehszlovákia is, aki mégiscsak a nyugat által mesterségesen létrehozott államról van szó, amelyiknek az egyik legerősebb hadserege volt az első világháborút követően, mégis tulajdonképpen pillanatok alatt elfoglalja a náci Németország, úgy, hogy kis túlzással kijelenthető, hogy semmilyen ellenállási kísérlet nem volt az ő részükről a nácikkal szemben. És a másik pont, amit meg kell említenünk, hogy ezek a nemzeti ellenállók azért jó részt nem csak antinácik, hanem antikommunisták is voltak. És nyilván a marxi történetírásban és a kommunista történetírásban nem fért össze a kettő, hogy hogy lehet az, hogy valaki ellenáll a náciknak, de ugyanúgy a másik totális diktatúra ellen is ellenáll és küzd ellene. A történelmünkben számtalan ilyen szereplővel találkozunk, akik mindkét rendszer ellen harcoltak, elég ha csak mondjuk Mindszenty Bíborosra gondolunk, akit ugye maga ugye a szálasiék is bebörtönöznek. A beszélgetésünk végére érkeztünk, és azt hiszem, hogy eddig is nagyon sok szemponttal gazdagodtunk. Megint csak egy rövid összefoglaló választ szeretnék, ahogy a beszélgetés kezdetén, hogy azok a viták, amik, ahogy arra már korábban utaltam, mai napig újra és újra felszínre kerülnek március 19-e és annak következményei kapcsán, ugye a felelősség kérdése, ami a magyar vezetés és a náci Németország között, ennek a megoszlásának a kérdése, egyáltalán a mozgástér kérdése. Ezeknek mi a tétje ezeknek a kérdéseknek, és annak, hogy ezekre milyen választ adunk? Ugye hallottuk most, hogy nektek mi ebben a véleményetek, és milyen válaszok fogalmazhatóak meg. Mi március 19-e és annak az emlékezetének a tétje a nemzeti történelmünk szempontjából, ezt hogy látjátok? Ki kell mondanunk, hogy 44. március 19-én Magyarország elveszítette a szabadságát és a függetlenségét. 10 évvel ezelőtti a történet, a Szabadság téren felállítottak egy emlékművet a német megszállás áldozatainak emlékére. Szerintem emlékszünk mindnyájan arra, hogy mi minden történt ennél az emlékműnél. Nem éppen a német megszállás áldozatainak az emlékeinek a tiszteletére, hanem éppen ellenkezőleg. Ez egy nagyon komoly történeti vita, ami úgy gondolom, hogy a nemzeti önbecsülésünkről is szól, amit nagyon sokan szeretnének, hogyha nem lenne. De 44. március 19-e, ahogy elindítottuk a beszélgetést, már pedig igenis egy cezúra volt. Tehát az a Magyarország, ami március 19-ét követően rávirad a nap, az már nem ugyanaz, mint az előző nap volt. Egy teljesen új időszámítás kezdődik, gyakorlatilag Magyarország azzal, hogy elveszíti az akciószabadságát, a függetlenségét, tehát nem önálló állam ettől a naptól kezdve. Természetesen van felelőssége a politikai elitnek, tehát például egy Sztójai felelősségét szerintem senki nem vonná kétségbe, és hagyd ne soroljuk a többieket, de az egész, tehát a fürdővízzel együtt a gyereket kiönteni, én úgy gondolom, hogy nem lehet. Magyarország igenis a német megszállás áldozata volt 1944. március 19-ét követően, és hogyha teszem azt Franciaországban, ahol szinte minden faluban van ennek az ugyanilyen hasonló eseménynek emlékműve, akkor nem igazán értem azt, hogy Magyarországon ennek miért ne lehetne egy központi emlékhelye. Tehát szerintem nyíltabban kellene erről a kérdésről beszélni. Elhangzott már itt, hogy gyakorlatilag egy olyan narratíva ellen megyünk szembe lényegében, amely 1945-öt követően, még a rendszerváltoztatást követően is tartotta, és hát a mai napig tartja magát, hiszen top történészek azok, akik lényegében a mai napig hirdetik ezeket az elveket, ezeket a teóriákat, tehát látszik, hogy van még ezzel kapcsolatban feladat, de szerintem ez egy szép feladat, hiszen ahogy
az elején mondtam a válaszomnak, tehát itt arról van szó, hogy a történelmet visszahelyezzük a saját keretébe. Mert az, amiről a másik oldal beszél, ha szabad ilyen csúnyán fogalmaznom, az ki van rángatva abból a keretből, földrajzi keretből, politikai keretből, történelmi keretből, amelyben valójában ezek az események lezajlottak. Tehát van értelme ennek a vitának, le is kell ezt nyilvánvalóan folytatni, és hogyha jól és sikeresen folytatjuk le, akkor nagy eséllyel visszaadjuk ebben a tekintetben is a nemzeti önbecsülésünket. És akkor egy végszót kérnék. Ugyanazt tudom tulajdonképpen mondani, mint amit a Gábor is, hogy 44. március 19. ez egy cezúra, egy rendszerváltás, egy fordulópont Magyarország életében. Hogyha megkérdezünk holokauszt túlélőket, magyar holokauszt túlélőket, akik mondjuk gyerekként akár átélték a holokausznak a borzalmait, mindenki tudja, hogy március 19-én mit csinált, hova ment, kivel játszott. Tehát ez egy olyan fordulópont, ami tulajdonképpen beleégett az embereknek, ennek a generációnak a tudatalattiába, és hogy Gábor is említette, hogy a 70. évfordulón ebből egy nagyon éles politikai vita volt magával a német megszállás emlékművével, illetve a holokauszt emlékév 70. évfordulója kapcsán, ami ugye egy választás év is volt, tehát egy teljesen egy átpolitizált jelleget öltött az egész dolog, és a másik fontos dolog, amiket Gábor is itt elmondt, illetve részben én is utaltam rá, hogy itt azért mégiscsak volt több mint 40 év kommunista diktatúra, amely tulajdonképpen a 9 millió fasiszta országának nevezett minket, köszönjük Rákosi elvtársnak, és látszott a 67-es zuglói nyilasok perében is, hogy tulajdonképpen magát a Horthy rendszert, ezt a 25 évet, ezzel az egyetlen egy momentummal, ami sajnálatosan megtörtént, tulajdonképpen összemosták, és ebből fakad ez a fajta bűnös nemzet megnevezés is, és azok a kritikák, azok a viták, amik ezzel kapcsolatosan megjelentek 10 évvel ezelőtt, leginkább annak voltak betudhatóak, hogy az a történész generáció, amely ennek az élére állt, ennek az, hogy erről másképpen kell beszélni, mint ahogy azt mondjuk a kommunisták írták a történelemkönyvekbe, ez megint azzal a veszéllyel fenyegetett a számukra, hogy úgymond a tudás monopóliumát, a történelem feletti uralmat ebben a kérdéskörben is el fogják veszíteni. És nem véletlen, hogy amikor először itt járt az izraeli miniszterelnök 2010-ben, Benjamin Netanyahu, akkor ugye Orbán Viktor miniszterelnök a közös sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy igenis Magyarország felelős volt, hiszen saját állampolgárait nem tudta megvédeni, nem tudta megmenteni. Tehát ebből a szempontból nyilván a felelősség kérdése nem véletlen, de nem szabad elfelejtenünk, hogy ehhez kellett a náciknak a megszállása. És nem véletlen, hogy az NSZK-nak a legfelsőbb bírósága egy 76-os döntés értelmében kijelenti, hogy 44. március 19-ét követően Magyarországot a németek megszállják, és a zsidók elleni büntetteket, amiket elkövetnek, az tulajdonképpen az a németek, a náciknak a műve. És ők közreműködtek. Hát nagyon köszönöm mindkettőtöknek, mert nagyon sok szempontot hoztatok be, és azt hiszem, hogy van mit gondolkodni ezután március 19-ével kapcsolatban, és ezzel a sorsfordító momentummal kapcsolatban a történelmünkben, úgyhogy köszönöm szépen a beszélgetést nektek, önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is, és kövessék a 20. század intézetet. Viszontlátásra!